Folyamatosan javul az építőipar helyzete. A sztrókról tartottak konferenciát a Szent Pantaleon kórházban. Ismét megszervezték a megyei lépcsőfutó versenyt a tűzoltóknak. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Tavaly óta folyamatosan javul az építőipar helyzete, Dunaújvárosban is számos beruházás kezdődött el, amely kedvez az építőipari cégeknek. A fölülátható rajzon a tető szerkezetnek a felülnézete, hogy melyik szerkezeti elem hol való. Építési tervrajzokat mutat a Ferrobeton ZRT vezérigazgatója. Úgy véli, hogy komoly fellendülés várható a hazai építőiparban, hisz a piac helyzete az elmúlt időszakban jelentősen javult. A tavalyi év második felétől kezdődően látom én azt, hogy az ipari kereskedelmi ingatlanok, elsősorban a nagy beruházások, a multinacionális cégek által tervezett és végrehajtott kapacitás bővítések, amik hajtják az építőipart, illetve a tavalyi év harmadik negyedévében és negyedik negyedévében egy jelentős állami megrendelés állomány került a piacra, ami iszonyatos mértékben megnyomta az építőipar teljesítményét, illetve ez a trend és tendencia folytatódott az év első negyedévében is. Stagnálásra számítok az év második, illetve a harmadik negyedévében, illetve a következő év első felében az uniós alapoknak, az elmúlt uniós ciklus alapjainak a kimerülése miatt, illetve az új uniós alapok finanszírozásának elhúzódása miatt én számítok egy kis gödörre, de alapvetően összességében azt tudom mondani, hogy pozitív változás tapasztalható ezen a piacon. Itt volt az ideje, 2008 óta folyamatos zuhanásban volt a magyar építőipar. A grafikon az építőipari termelés alakulását ábrázolja. Jól látható, hogy az építőipar helyzete valóban javult az előző évekhez képest. A szakember szerint az elmúlt pár évben a legnagyobb problémát a fizetésképtelenség és a csőd jelentette. Emiatt rengeteg kis és közepes vállalkozás ment tönkre. Azonban azoknak az építőipari cégeknek, akiknek sikerült átvészelniük a válságot, biztosította jövőjük. Én azt gondolom, hogy az építőipar az elmúlt 4 évben olyan szinten megtisztult, olyan mennyiségben mentek tönkre, hagytak fel vállalkozással építőipari cégek, hogy akik maradtak, azoknak itt a helyük, azok igazán tőkeerősek, azok azért tudnak valamit, hogyha túlélték ezt a 4 évet, és ahogy növekednek a kapacitásigények, ezek a cégek fogják megalapozni a magyar építőipar jövőjét. Dunaújvárosban a tavalyi évben több nagyobb beruházás is megvalósult. Ilyen a Hankok és a Hamburger Hungária fejlesztése, de a városközpont rehabilitációja is elkezdődött 2013-ban. Ezek mind kedveztek a környéken lévő építőipari vállalkozásoknak. A demokratikus koalíciót ketten fogják képviselni az Európai Parlamentben, a párt Dunaújvárosban is kiemelkedően teljesített, így értékelte a vasárnapi parlamenti választást Varjú László, a DK helyi szervezetének pártigazgatója. Mint mondta, a következő időszakban választási értékelést, felkészülést tart a párt, hiszen ebben az évben lesz még egy önkormányzati választás is, ugyanakkor köszönik az eddigi támogatásokat, hogy két képviselő is bejutott az Európai Parlamentbe, hogy meghatározó szereplőként képviseljék Magyarországot. Összefoglalva tehát szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki a demokratikus koalíciót támogatva lehetőséget teremtett és esélyt adott arra, hogy a demokraták képviselő jelöltjeként az Európa Parlamentben és ilyen értelemben meghatározó szereplőként a közéletben Magyarországon igenis a továbbiakban a politikai közéletben minél sikeresebben tudjunk részt venni. Nagyon lényeges, hogy időben és jól diagnosztizáljuk és kezeljük a sztrókot, mondta dr. Zsolnai Mária, a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályának vezetője a városunkban megrendezett stroke konferencián. A rendezvényen az Országos Idegtudományi Intézet munkatársai is előadást tartottak. Majdnem minden osztály, majdnem minden szakma találkozik a sztrókos vagy sztrókos Dr. Zsolnai Mária, a Szent Pantaleon Kórház idegosztályának vezetője nyitotta meg az intézmény auditoriumában megrendezett stroke konferenciát. A rendezvényen a Fővárosi Országos Idegtudományi Intézet munkatársait tartottak előadást. Gyakorlatban eldönteni azt, hogy
azt, hogy valaki megkísérni a sztrókja, valamint meg vérzésre viszonylag nehéz. Finta Lehel neurológus szakorvos egy új módszerről, a trombolízisről tartott előadást, amelyei jelentősen megnőnek a beteg túlélési esélyei, és vissza tud térni az aktív életbe. Egy olyan jellegű eljárás, amivel a 4,5 órán belül akut tüneteket, neurológiai tüneteket mutató betegeknek egy jelentős javulást tudunk elérni az állapotában. Nyilván megvannak ennek a rizikófaktorai, ám de megfelelő mérlegelés után jelentős javulás várható ezeknek a betegeknek az állapotában. A rendezvény célja, hogy a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház dolgozói első kézből kapjanak olyan információkat a sztrókról és annak új kezelési módjáról, amiket gyakorlatban is hasznosíthatnak. Az intézet tulajdonképpen a sztrókellátásnak a hazai zászlóshajóját jelenti. A sztrók az egyik vezető oka a felnőttkori rokkantságnak és a harmadik leggyakoribb halálok. Csak a szívbetegségek és a daganatos betegségek okoznak évente több halálesetet. Szinte az egyik legnagyobb betegségcsoport, ami ma előfordul. Halálozási aránya igen magas, nagyon sok esetben rokkantsággal jár, különböző súlyosságú maradványtünetekkel. Nagyon lényeges, hogy nagyon idejében és jól diagnosztizáljuk, és ha van lehetőség, jól kezeljük. A sztrók akkor alakul ki, amikor valamely agyterület vérellátása olyan mértékben leromlik, ami az ott lévő sejtek egy részének pusztulásához vezet. Korai kezeléssel csökkenteni lehet az agykárosodásának mértékét. Mintegy 200 lépcsőfok, alig másfél perc alatt 30 kg felszerelésben. Ez a Tűzoltók megyei lépcsőfutó versenye. A megmérettetést már 6. alkalommal rendezték meg városunkban, és idén is Fejér megye összes tűzoltósága képviseltette magát az eseményen. Elkészülni! Vigyázz! Rajt! Ezekre a vezényszavakra indultak a tűzoltók a lépcsőfutó versenyen, amely során a Dunapartról felvezető mintegy 200 lépcsőfokot kellett leküzdeniük. A meredek lépcsősoron kívül további nehézségekkel is szembesülniük kellett a versenyzőknek. Most azon kívül, hogy az egész felszerelés egy 30 kg összesen, ugye annyi plusszal fut. Hát, ha próbáltál már csizmába futni, akkor tudod, hogy ez körülbelül milyen. A tűzoltóknak tehát a teljes védőfelszerelést viselniük kellett, a csizmát, a védőnadrágot, a védőkabátot, a légzőállarcot és a sisakot. Ezen kívül még egy körülbelül 14 kg-os palackot is vinniük kellett a hátukon. Épp ezért a feladat jó állóképességet és kitartást követelt. Saját magamnak felteszem a lécet, hogy csak azért is végigcsinálom, és akkor ezt megpróbálom megugrani, és ennyi. De hát nagyon nehéz ott a közepén, amikor besavasodnak az izmok, meg kicsit ég a tüdő, akkor már nem olyan vicces, ki lehet bírni nevetés nélkül. Kocsis Péter indulhat, jöhet! A megyei versenyen Fejér megye összes tűzoltósága képviseltette magát, így összesen mintegy 50-en tették próbára magukat. Volt, aki először versenyzett, de voltak tapasztaltabb indulók is. Én évekkel ezelőtt szereltem fel tűzoltónak, akkor sokat futottam, kerékpároztam, a bátyám már akkor tűzoltó volt, és igazából az ő unszolására jelentkeztem egy országos versenyre, ahol a Sotéra kell fölfutni 23 emeletre, ott 240-ből a 11. helyezést sikerült elérnem. Ez az! A megyei megmérettetést pont ez az országos verseny ihlette, így 2009 óta városunkban is minden évben bizonyíthatnak a lánglovagok. Annak idén a budapesti országos lépcsőfutóversenyen többször részt vettünk, és kitaláltuk azt, hogy Dunaújvárosban is lehetne egy ilyen versenyt megrendezni, amivel szerintem ez jobb, mint a budapesti, hogy akár média szempontból is végigkövethető, a kamera vagy a drukkolók tudnak a versenyzők mellett menni, és fel tudják venni a végig a szenvedést, meg tudnak nekik drukkolni. Ezért ilyen szempontból ez egy jó. Ráadásul itt vagyunk kint a természetben, kis baráti összejövetel is egyben. Nagyon jó voltál! A biztatás valóban jól jött a kifáradt tűzoltóknak, akik átlagosan másfél perc alatt teljesítették a feladatot, sőt, a leggyorsabbaknak sikerült 70 másodperc alatti időt futniuk, mindezt 30 kg-os felszerelésben. Nem néztem, hogy hányan jöttek elő. 8-87.
A Dépase után újabb Dunaújvárosi Egyesület jutott a legfelső osztályba. A DF Green Pet futsal csapata az MB2-es bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában a Vác otthonában lépett pályára. Bár Nagy Attila tanítványainak egy pont is elég lett volna a feljutáshoz, végül magabiztos 5-3-as sikert arattak. Az újvárosiak így megalakulásuk első évében azonnal osztályt ugrottak, és a következő évet már az MB1-ben kezdik. A DFDS elnöke elmondta, a szezon elején álmodni sem mertek ilyen szereplésről. Nagyon jó játékosok vannak a csapatban, hisz többszörös A-osztályos bajnokok vannak, akik itt Dunaújvárosban folyamatosan a legmagasabb osztályban játszanak, de nem mertük azt mondani, hogy egy feljutás a cél. Bízunk benne, hogy jól itt fogunk szerepelni, de nem gondoltuk ilyet. Aztán már amikor a félidőben magasan vezettük az másodosztályt, akkor úgy gondoltuk, hogy egy picit változtatunk a célkitűzésen, próbáljuk meg a rájátszást. Aztán amikor eljutottunk a rájátszásra, akkor pedig az volt a cél, hogy próbáljuk meg az MB1-et, ha sikerül, akkor azt érjük el. Elértük. A vasmű mindig is meghatározó szerepet töltött be városunk életében. Történelme Klein András Miklós helytörténészt is foglalkoztatta, aki a vasmű első 50 évéről tartott előadást az Intertiza Múzeumban. Igazán ezzel a várossal csak 1954, illetve pontosabban 1953. május 1-én találkoztam először. Így kezdte nosztalgiázással összekötött előadását Klein András Miklós. A helytörténész már több évtizede kutatja városunk történetét, az Intertiza Múzeumban pedig a Dunai Vasmű első 50 évéről tartott átfogó prezentációt. A pécsi születésű előadót már gyermekkora óta sok emlék köti a vasgyárhoz és az egykori Sztálinvároshoz. Én tulajdonképpen gyerekkoromban jártam itt először, méghozzá édesapám, akit ugye népgazdasági érdekből helyeztek akkor Sztálinvárosba, ő már 1953-ban itt dolgozott. És egy nyári szünidőbe, pécsi vagyok, nyári szünidőbe eljöttünk, és a május 1-i felvonuláson én már ott meneteltem édesapámmal. Aztán 1954-ben kaptunk lakást, és akkor a család ide költözött. Tehát tulajdonképpen én 54 óta itt élek, és hát 1960-ban végeztem a MIM 316-os intézetben, mint villanyszerelő, és a vasműbe kaptam munkát természetesen, a vasművel eredendően is volt szerződés. A helytörténész elmondta, a Dunai Vasműnek köszönheti középiskolai, főiskolai és egyetemi tanulmányait is, majd munkája révén kezdett el foglalkozni a város dunapentelei, sztálinvárosi, később pedig dunaújvárosi időszakának feldolgozásával. Tulajdonképpen miután én népművelés pedagógia szakon végeztem a főiskolát, és amikor létrejött, vagy létrehoztak egy olyan törvényt, amely előírta tulajdonképpen a vállalatoknak, hogy a közművelődés érdekében hát fordítsanak összeget, pénzt, tudást, akkor létrejött a vasműbe egy közművelődési osztály. Ennek az osztálynak köszönhetően már több könyv is megjelent a helytörténész és csapata kutatásaival kapcsolatban. Az előadó elmondta, az 50 éves történelem bemutatása még csak a kezdet volt. A későbbiekben a dunaújvárosi acélszobrász alkotótelep történetét is megismerhetik majd tőle az Intertiza Múzeum látogatói. Barátjával. Nemzeti ételek készítésével ért véget a Dózsa György Általános Iskolában az E-Twinning program. A tavaly október óta tartó rendezvénysorozat keretében a diákok megismerkedhettek több európai országgal, azok kultúráival, ételeivel. Éppen román fán készül a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában. A diákok az E-Twinning program keretében ismerkedhettek meg más országok ételeivel. A rendezvénysorozat októberben kezdődött, amikor Magyarországot kellett bemutatniuk a diákoknak, mindezt angol nyelven. A programban 40 ország vett részt. A különböző nemzetek ételeiből választottak a tanárok, amelyeket a diákok el is készítettek és meg is kóstoltak. Mi el fogjuk készíteni a román fánkot, és ez az alapján készítjük el, hogy a románok elküldtek nekünk egy receptet, és az osztályfőnök ezt a receptet bővítette, kiegészítette, és leszűrte a tartalmát, a főbb dolgokat, és nekünk ezt kellett megtanulnunk angol nyelven, és most fogjuk majd előadni, és miközben előadjuk, közben még csinálni is kell a dolgokat. Igazából csak a szöveggel lehet felkészülni, hogy megkaptuk, hogy
hogy meg kell tanulnia, hogy milyen szöveget, és csak azzal lehetett felkészülni, hogy ezt megtanultuk. A program segítségével új ismeretekre, kapcsolatokra tehet szert a tanár, a diák és az iskola is. Segítséget nyújthat az idegen nyelv tanításában, hiszen új technikákat és alkalmazásokat tesz lehetővé. A projekt munka során elősegíti a hagyományok és kulturális értékek cseréjét is. Összefognak az országok tanárai, és akkor a gyerekekkel tulajdonképpen, hogy az angol nyelvtudásuk fejlődjön, angolul végezzük ezeket a feladatokat. Tehát mindig előkészületek vannak, fel kell készülni, előkészítjük a munkát, és akkor egy közös program keretében pedig bemutatjuk. Az iskola már másodszor vett részt a programban, tavaly helyezést is értek el az országos versenyen. Bíznak abban, hogy városunkban is hagyományt teremthetnek ezzel a rendezvénnyel. Szerdán borongos idő hatására tovább mérséklődik a felmelegedés, 22 fok köré kúszik a hőmérő higanyszála. Elszórtan zápor, zivatar is várható. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Folyamatosan javul az építőipar helyzete. A sztrókról tartotta konferenciát a Szent Pantaleon kórházban. Ismét megszervezték a megyei lépcsőfutó versenyt a tűzoltóknak. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!